Az állásfoglalás szerint egy erős Kárpát-medencei EP képviselet napirenden tudja tartani Brüsszelben a Kárpát-medencei magyar közösségek számára fontos témákat. A KMKF egyöntetű támogatásáról biztosítja a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, a Minority Safe Pack elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amely a nemzeti kisebbségek védelme Európai Uniós keretének megteremtését kívánja elősegíteni. A KMKF javasolja, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége függvényében folytassa a nemzetrészek gazdaságfejlesztési elképzeléseinek támogatását, megfelelő hangsúlyt adva a magyar nyelvtudás és nyelvhasználat gazdasági felértékelésének. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselője azt mondta, az állásfoglalásban fontos helyet kapott a sport és az óvodafejlesztés is. Illetve persze az európai parlamenti választások fontossága, a nemzetet szolgáló képviselők fogalma, valamint külön kitérnek az egyes nemzetrészekre való elemekre, és mivel ma, tehát az ülés kezdetén házelnök úrnak két javaslata volt, ez is az ülés végén bekerült az állásfoglalásba, konkrétan, hogy a jövő évet a nemzeti összetartozás évévé nyilvánítsák, illetve, hogy az állandó bizottság, tehát foglaljon egy olyan állást, hogy a jövő évtől, tehát 2020-tól minden alkalommal, amikor így márciusban ülésezünk, jelentés készüljön a különböző nemzetrészek helyzetéről, jogi, szociológiai és politikai szempontból. Az állásfoglalásban üdvözlik, hogy a csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitásának eredményeként Szerbia folytatja jogszabályainak összehangolását az Európai Unió értékeivel és normáival. Bíznak abban, hogy júniusban további fejezetek nyílnak meg. Sürgetik a jogállam intézményeinek megszilárdítását és a joguralma elvének megvalósulását, valamint az emberi és azon belül a kisebbségi jogok érvényre juttatását és bővítését. Elismeréssel állapítják meg, hogy a vajdasági magyar közösség kiemelkedő sikerességgel valósítja meg a Magyarország kormánya által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési programot. Elismeréssel állapítják meg azt is, hogy a Szerbia és Magyarország közötti folyamatos kétoldalú kormányközi tárgyalások rendszere egyedülálló példája a jó szomszédi viszonyoknak és együttműködésnek. Az állásfoglalás szerint a vajdasági magyar közösség és a VMS megkerülhetetlen része ennek a kapcsolatrendszernek, amelyben aktív szerepet tölt be.